Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Ciao Laura, avagy időutazás a 30-as évekbe. Egész esztés programnak adott otthont a Csók képtár, ahol az Abba Novák kiállításhoz kapcsolódóan szerveztek programokat, tárlatvezetés, hangulatos jazzmuzsika, a művész Laura festményéhez kapcsolódó életképek, korabeli ruhadarabok, smink és swing előadás színesítette az estét. Hűsítő koktélok, vérpesdítő jazz, swing előadás, korabeli ruhák, smink, egy szóval minden, ami a 30-as évek életérzését megidézheti. Egy igazán üdítő programmal készült a múzeum a Csók István képtárban látható Abba Novák kiállításhoz kötődően. Ciao Laura, Abba Novák Vilmosnak a Laura, Kék kalapos nő című 1930-ban Olaszországban készült képéhez szerveztük, tehát ehhez a képhez próbáltunk programokat szervezni, egyrészt az időszakhoz, és hát az életérzéshez, mert a képen egy nő látható, aki koktélokat szürcsöl nagy nyugalomban egy bár teraszán. Sok százan érkeztek a programra, gondoltátok, hogy ekkor lesz majd az érdeklődés? Igazából reméltük, hogy egy nyár végén egy üdítő programot tudunk kínálni az érdeklődőknek, egy olyan programot, amiben tényleg mindenki megtalálja magának való programpontot, a sminkeléstől kezdve, ugye egy komoly programmal indítottunk, tárlatvezetéssel, mégpedig nem is akárki tartott nekünk tárlatvezetést, hanem Abba Novák Vilmosnak az unokája, Kovács Kristóf. Nyilván ő sokkal személyesebben tudott ezekről a művekről mesélni. És most pedig hát a könnyed részénél tartunk, koktélozni lehet itt kint az árkádok alatt, és fantasztikus zenét lehet hallgatni, szintén a 30-as éveknek a divatjához kapcsolódóan. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen könnyed összművészeti kis fesztivállal nőtte ki magát a program talán. Igen, nagyon jó, hogy egy képhez tulajdonképpen ilyen sokszínű programot lehet szervezni, ami tényleg a komoly művészettörténeti résztől indul, és a zenén, a beöltözésen át, és még lesz táncbemutató, tehát a korszaknak egyik fontos tánca a swing, és Bokor Attila vezetésével a Paraba Swing Klub fog fellépni, nem sokára már próbálnak oda bent. A program tárlatvezetéssel indult, az érdeklődőket Kovács Kristóf, a művész unokája kalauzolta végig az alkotások között. Ki ez a barbár zseni, kiáltott fel Picasso, ezt az anekdotát is hallhattuk a mai tárlatvezetésen itt a Csók István képtárban, méghozzá Abba Novák unokájától. Meg tudná osztani velünk ezt a sztorit? Igen, ez 1937-ben történt, amikor az itt látható pannokat épp csomagolták ki, az anekdota szerint Picasso épp ott volt, és látta a táblákat kibontva, és annyit mondott, hogy ki ez a barbár zseni. Ő egyébként már Szalairól is, tehát más magyar művészekről is nyilatkozott nagyokat, tehát lehet tudni, hogy ő minden művészettel, ami elé került, reflektált állandóan, hogy ez a része hihető. Akár megtörtént, akár nem, anekdotának jó. És anekdotává is vált. Igen, sőt, kiállítás címé 2008-ban Debrecenben a Modernben. A név az kötelez, hogyha valaki Abba Novák leszármazottja, akkor óhatatlanul is elkezd foglalkozni az ő személyiségével, történetével, művészetével? Ezt talán lehet mondani, hogy ha az ember személyiségében ez úgy egyébként benne van, akkor igen. Én nekem sokáig ez rejtve volt bennem, hát főleg amíg édesanyám élt, addig ő volt a sorban előttem álló, de amikor ő már nagyon beteg volt és később meghalt, akkor már a családban nem volt senki, aki ezt vigye tovább, a lángot, ha úgy tetszik, akkor már úgy éreztem, hogy akkor most én jövök, és nekem kell helytállni. Annál is inkább, mert őt az életében nagyon sok rossz is érte, nagyapámat, aztán különösen halála után nagyon sok rossz, és akkor nekem meg azon kell dolgozni, hogy ezeket mind helyre billentsük. Érdekesség, hogy a Csók István képtár emeleti kiállító termét az épület tervezésekor a művész Magyar-Francia Történelmi Kapcsolatok című a Párizsi Világkiállításon Grand Prix-vel jutalmazott pannója méretéhez igazították. Pont nagyapámnak volt az elképzelése, az le is mondott a művészi tiszteletdíjáról,
hogy a pannókat hozzák vissza. Abból egy nagyon komoly asztalos munkával egy keretszerkezetet alakítottak ki, és már akkor Fehérvárral kapcsolatban állt az 1938-as Szent István év kapcsán. Tehát voltak itt már olyan emberek, akikkel dolgozott együtt, és ő nagyon hamar a városvezetése, az akkori városvezetés befogadta ezt a gondolatot, hogy kerüljenek Fehérvárra. Az az épület, ahol most állunk, ennek a pannónak épült, egész pontosan az emeleti ráépítés. A modern festészet egyik nagyon-nagyon meghatározó, emblematikus alakja a Banovák. Miben rejlik ön szerint a nagysága? Én azt a magyarázatot tudom így első kézből, nem szakmai magyarázatot adni, hogy ő olyan képeket alkotott, amik a szakmai közönségnek és dalatta festőkollégák, műtörténészek, kutatók, és a nagy közönség, a nem annyira palérozott nagy közönség számára is szerethetők. Ez nagyon ritka egyébként, nagyon kitűnő művészeti alkotások teljes közönség közönyben tudnak kiszenvedni, és fordítva a közönség pajzsra emel olyan művészeket, akiről a szakma még csak beszélni se hajlandó. Ő azon kevesek egyike, akinek mind a két helyen van elismertsége. Ez lehet az egyik ok. A másik talán, hogy ő neki elementális erő volt az ő személyiségében, és a művészetében is ezt át tudta vinni. Tehát itt talán a tárlatvezetésen mondtam is, hogy nem sokat kell az ő képein gondolkodni, lamentálni, hogy vajon ezt most hogy gondolja meg, mit akar meg, mi. Abban szembesül az ember, hogy egy iszonyú erős festői világ, képi világ van, ami szinte beleugrik az emberbe. A Színek és színek megint címet viselő tárlat 30 alkotást vonultat fel, felvillantva abban Novák gazdag életútját. Önmagában ő egy nagyon-nagyon gazdag életutat járt be, kezdve azzal, hogy tanított is, és hogy nem csak táblaképeket festett, hanem falképeket is festett, és egyébként pedig egy festékgyára is volt. Festékgyártással is foglalkozott, Norma Festék néven, barátjával vállalkoztak erre, tehát ez önmagában egy nagyon különleges és gazdag életet sejtett. És hát reméljük, hogy ez a válogatás, amit itt bemutatunk, és október 29-ig megtekinthetnek, az bizonyítja ezt, hogy a válogatás az felvillantja azokat a fontos csomópontokat 1925-től kezdődően, 37-ig, a pannóig, amelyek az ő életében a legfontosabbak. Lesz még hasonló program? Az ősz folyamán minden hétre tervezünk programot. Lesz komolyabb, tudományosabb művészettörténészek által tartott előadás, illetve beszélgetés. A Magyar-Francia Kapcsolatok című pannó az idén 80 éves, és ezt az évfordulót is szeretnénk hangsúlyozni. Tehát a magyar, tehát a francia, tehát a korszaknak a francia és magyar festészetéről lesz előadás. Fehérváron látható falképekről is tart kollégánk, Demeter Zsófia történész előadás, francia sanzonestel készülünk, cirkuszt hívunk újra, a cirkuszos képeket ismét helyzetbe hozva, filmvetítés, tehát Abanovákról készült filmeket, reményeink szerint az unoka Kovács Kristóf fogja kommentálni a film végén, és hát állatvezetések, és komoly zene. És lesz még egy beszélgetőest, amelyben ugyancsak a pannóhoz kapcsolódunk, magyar-francia kulturális kapcsolatokat szeretnénk egy picit boncolgatni, hogy ez pontosan mit jelentett a 30-as években. A programon valóban úgy érezhették a résztvevők, hogy a 30-as évekbe csöppentek. Jazz standardeket játszott Mitch Marci és Szabó Dávid. Legyen ön is Laura címmel a híres festmény nyomán életképeket készíthettek, az élményt Igari Balázs fotós megörökítette, a 30-as évek sminkdivatját Vég Szirmai Irénnel lehetett kipróbálni, és a korra jellemző ruhadarabokat, elegáns kalapokat is magukra ölthették az érdeklődők. Persze nem hiányzott a tánc sem a palettáról. Tudjuk, hogy a 20-as, 30-as években ugye a Charleston és a swing, maga a swing ugye akkor született meg, és 30-as évektől indult el, és a 40-es évek volt az igazi ideje. Úgyhogy próbáltuk úgy összeválogatni a számokat, hogy megfeleljen a kívánalmaknak. Mi a swing különlegessége, jellegzetessége? Maga az életstílus, hogy szabad, és hogy együtt táncolni jó, együtt lenni jó.
A klubban is ezt akarjuk átadni a jelentkezőknek, most már harmadik éve, tök jó. Egyre nagyobb népszerűségnek körben, legalábbis itt Székesfehérváron mindenképpen ez a fajta táncstílus. Anno ugye én körülbelül 10 éve kezdtem el ezt a kis csírát elültetni itt Fehérváron. Volt egy csoportom, akikkel ugye jártuk itt a különböző városi rendezvényeken, és szépen lassan megszeretettük az emberekkel ezt a dolgot, és ugye az is jól jött nekünk, hogy közben ugye elektronikus alapot tettek a zenében a swing alá, és ugye a fiatalok is megkedvelték ezt a stílust. A századelő amerikai életérzését tehát táncban is megmutatták a Paraba Swing Club táncosai Pokor Attila vezetésével. A programok folytatódnak, hiszen számos rendezvény lesz még az Abba Novák kiállításhoz kapcsolódóan. A gazdagok nem tudják, hogy mi az a blues zene, mondta Deák Bill Gyula szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban az Aranybulla művészeti napokon, ahol Helyter Dávid Tamás kollégám beszélgetett vele. A jövőre 70 éves Bill már készül a hatalmas jubileumi koncertre, és azt is elárulta, hogy milyen tervei vannak. Szép jó estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Szevasztok! Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. A legenda szerint ezt mondta Chuck Berry, amikor 1984-ben meghallotta énekelni Deák Bill Gyulát a Budapest sportcsarnokban. A 68 éves blues király régen járt városunkban, de augusztus 26-án mindenkit kárpótolt a kihagyott évekért. Fiatalokat megszégyenítő közel 2 órás koncertet adott folyamatos színpadi jelenléttel az Öreghegyi Közösségi Házban. Februárban a Vörös Marti Rádióban beszélgettünk vele, akkor már említette, hogy a rajongók számíthatnak egy új albumra, jövőre pedig egy hatalmas jubileumi bulival ajándékozza meg a közönséget 70. születésnapja alkalmából. Most nem csak a tervekről, hanem magáról a blues zene lelkéről is beszélgettünk az Aranybulla művészeti napok zárónapján. Nagy örömömre szolgál, hogy itt köszönthetem Székesfehérváron Bill kapitányt. Február környékén beszélgettünk, akkor elhangzott az interjú végén az, hogy jó lenne, hogyha lenne egy fehérvári meghívás, úgyhogy ez megtörtént. Akkor abban az interjúban szóba került az is, hogy azért vannak tervek a jövőre nézve a koncerteken kívül is, esetleg lemez. Terve van véve, de még nem tudunk semmit. Jövőre szeretnénk egy nagy koncertet, jövőre leszek 70, és akarunk csinálni az arénába egyet, hát reméljük, hogy össze fog jönni a dolog. Vendégekkel köztük a hobó, aztán majd még, hogy kik lesznek, nem tudom mi. Most itt kifejezetten a székesfehérvári koncertre mivel készül ennyi idő után? Az az igazság, hogy átöleli az én munkásságomat a Hobo Bluesmentől idáig, amit én képviseltem, megcsinálok, megcsináltam lemezeket, megjátszunk az István a királyból is 2 számot, úgyhogy hogy reméljük, hogy nem fog senki csalatkozni, tudunk csinálni egy jó kis bulit. Mit jelent a blues zene ma 2017-ben? Hordoz-e? Hát akár neked is, de hogyan látod a blues zene szerepét napjainkban? De akkor beszélhetünk arról is, hogy neked mit jelent. Persze, hát az az igazság, hogy a blues zene mindig is egy kisebbségi zene volt, de hát az, hogy ide bejött Magyarországra ez a hobo blues, benne köszönhető nekünk, a hobónak, polkának, amit mi behoztuk ide Magyarországra, de hát nem egy egyszerű dolog ez most, amilyen zenék mennek a rádióba. Játszanak itt mindenféle zenéket, rádióbarát zenéket játszanak, amiben szinte gitár sincs, úgyhogy én nem tudom, a gitár azért van, a szóló gitár, hogy szóló gitár legyen, szóljon, szólozzon, de hát mindegy, az a lényeg, hogy nem, nincs könnyű helyzetben a dolog. Én nem panaszkodhatom, én nagyon örülök. Tegnap is játszottunk a Csoki Festen, szerencsén. Nagyon nagy siker volt, és ez nagyon-nagyon jó volt, mert tele volt az egész. Thank you.
beszéljünk arról, hogy neked mit jelent a blues zene. Hát mit jelent az életemet? Jelenti meg egy életstílust, egy életérzést, amiben én éltem. Tehát igazából nem tudják ezek a gazdag, meg mit tudom én, fenn a rózsadombi fiúk, hogy mi a igazi blues zene, meg mi az. Nem tudják, hogy mi lakni egy szobában hatan, meg ott benne egy laborba mosakodni, meg a vécékinkan a folyosó végén, meg egyéb ilyen dolgok, meg örültél egy almának, ha kaptál karácsonyra, vagy valami, vagy kiloptuk a szaloncukrot, ahogy is hívják ből a papírból, és akkor beletettünk valami más, hogy ne vegyék észre a szülők. De hát jó volt, jó dolog volt. Én megmondom őszintén, én szeretem a zenét, ezt tart életben, hát hogyha nem lenne zene, akkor én már biztos nem élnék. És hozzá kell tenni azt is, hogy én nem akartam soha énekelni, fotballoztam. Aztán, hogy 11 éves koromban elvesztettem a lábam, aztán bejött a beat zene Magyarország, a Beatles, a Rolling Stones, meg az Animals, meg a Kings, meg ezek, aztán elkezdtem énekelgetni, és hát idáig jutott a dolog. Volt 10 évvel ezelőtt nagyjából egy drasztikus változás a te életedben, életmódodban. Nem is biztos, hogy 10 éve, egy 5 éve, de sokat változtál, és azt gondolom, hogy tényleg jó rád nézni. Hát én nem tudom. Hát az az igazság, hogy muszáj voltam, mert kaptam egy infarktust, aztán letettem a cigit. Jobban odafigyelek a táplálkozásra. Nem zabálok állandóan, megpróbálok odafigyelni. Tornázgatom egy kicsit súlyzozgatok otthon, aztán sétálgatok, erről szól a dolog. Azoknak a tizenéves gyerekeknek, vagy kisgyerekeknek, akiket érdekel a zene, és zenészek szeretnének lenni, mit tudna tanácsolni, mit tudna mondani, Bill kapitány? Hát én azt tudom tanácsolni, hogy szeretni kell ezt a dolgot, és nem szabad soha feladni semmit, és én is szeretem ezt a dolgot, én sem adtam fel, nem volt egyszerű, mert mindig azt mondták rám, hogy fél lábam van, és nem vagyok színpadképes, meg nem vagyok tévéképes, úgyhogy én eleget killottam. És a mai napig is játszom, és azért nagy dolog, hogy oda jönnek, elodahozzák a szülők, meg a nagyszülők, a kis gyerekeket, 10-12 éveseket, és a Deák Bill Gyula kedvencük, és nem pedig a Kozsó vagy valami ilyen emberek, és hát ennek örülni kell, és hát ha eljönnek a koncertre, és tudják, éneklik a szövegeket, és ez volt, aki még meg se volt, mikor ezek a szövegek, meg a számok születtek, és hát tudják a gyerekek, és ez jó érzés. És hát kiabálják a gyerekek, hogy Bill a király, meg nagyon jó, és hát érdemes élni, meg érdemes csinálni ezt a dolgot, meg nagyon jó a zenekar, van egy nagyon jó zenekarom, ezt el kell mondani. Fiatalok, 26 éves múlt most a gitáros, az bassgitáros, és aztán ők, a bassgitáros 6 éve van velem, a gitáros 3 éve, a dobos és a billentyűs 16 éve, úgyhogy nagyon jól együtt van a dolog. Fiatalok mind Kőbányán végeztek a zeneiskolába, úgyhogy majd úgyis meg fogod hallani, milyen tehetséges gyerekek, és nagyon jó zenészek. Time!
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!